Cinca Katica Kismanó iskolába indul. Volt egyszer egy eleven mindenre kíváncsi kismanó. Ő volt a legesleg kisebb kismanó a manó családban. Szülei és testvérei nagy szeretettel és törődéssel vették körül. Otthonuk a szép vanó vagy, telisteli volt virágokkal kis patak fölött mind meg annyi hídével tehát körös körül pedig tarka pillangók és szivárvány szárnyú kötők reddestek. Nőtt, nevekedett kis manó, s mikor elég nagy lett, mint minden rendes manó gyereket, őt is beírták a manó iskolába. Szülei lázasan készülöttek. Megvettek mindent, ami a tudományhoz kellett. Húsz darab bükmakkot a számoláshoz. Két fácántollat az íráshoz. Öt lapú levelet, hogy legyen mi beírni. Háncsból font tarisznyát, és még ki tudja mi mindent. A leendő kisdiákot kiokosították, hogyan kell illedelmesen viselkedni, és bátorították, hogy egyáltalán nem kell félni. Kismanó csak kacagott szülei buzgóságán, vidáman kergette a pillangókat, gyűjtögette a szép kavicsokat továbbra is. Messze van még az aranyszínű ősz, jó anyám, ráír még az okítás, jó apám. Elérkezett a ragyogó nyár vége. Holnap lesz a nagy nap gyermekem. Aludj nagyot, hogy kipihenten érkez az iskolába búcsúzott teste vadóban a kismanótól. Jó, jó, ásított egy hatalmasat ő, azzal lehúnta a szemét. A következő pillanatban már nyitotta is kerekre. Ugye elkísérsz? Természetesen. Akkor jó. Húnyta le újra. Nem lesz nehéz a tudomány, anyukám ült fel hirtelen a manó. Ha odafigyelsz, akkor nem. Mosolyodott el az anya, s gyöngéden lefektette. Odafigyelek. Motyogta, s végre elszenderedett. Még a kakas elsőt sem kukorintott, mikor a manó gyerek kipattant az ágyából, és szaladt a szüleihez. Anya, apa, elkésem, keljetek fel! Már fütyült a rigó az első tanórára. Hallottam. Jaj, de hogy is kicsim, az a csalogány volt. Búj csak vissza hamar az ágyacskádba, s hely tovább, ölelte meg álmosan Manó papa. Á, de én már egyáltalán nem vagyok álmos. Én akarok az első lenni az iskolában. Menjünk már! A manószülők megadósan kászálódtak ki puha paplanjuk alól. Iszogatták reggeli nektárjaikat. Ez alatt gyermekük ott éblábolt körülöttük, és kifogyhatatlanul kérdezgette őket. És ott is lesz játék? És nehéz lesz leírni a P betűt? De hiszen én még nem is tudok írni. És nem lesz nehéz a számolás? És különben is a jobb meg a bal csápomat folyton összekeverem, és, és, és hogy menjek így iskolába? Még annyi mindent nem tudok. Sírta el magát végül. Látod, látod? Egész nyáron nem értél rá. Nem tudtunk veled beszélgetni. A pillangók meg a szitekötők jobban érdekeltek. Nem lesz semmi baj, csak csitúj kincsem. Most már viszont tényleg mennünk kell, ha nem akarsz elkésni. Törölgette Manó a kismanó könnyeit. Amaz hüppögve akasztotta nyakába a hánstarisznyát, kézen fogta anyját, s lehajtott fejjel elindult a manó iskolába. A kapuban már várta őket a tanítónéni. – Hát te miért lógatod az orrodat? – mosolyodott el, és felemelte az új diák fejecskéjét az állánál fogva. Kismanó félénkán felnézett, és még a szája is tátva maradt a nagy erős csodálkozástól. Bizony, mert a tanítónéni egy igazi tündér volt. Csillogó szeméből olyan jóság sugárzott, hogy egyszeriben elfelejtette minden félelmét. Cuppanós csókkal búcsúzott anyjától, s boldogan lépett be az iskola kapuján. Tudta, hogy csupa csoda várja odabenn, hisz a tanítónéni...